nagykövetünk, tisztelt államtitkárról, kedves vendégeim, nagy örömmel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a fontos eseményen, hiszen a Magyarországos Levéltár és a Levéltár egyik alapvető funkciójához kapcsolódó fontos eseményre kerül sor, vagyis maradandó értékű iratanyagok átvételére és megőrzésére, és olyan iratoknak az átvételére, amelyek a magyar történelem szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Először is engedjék meg, hogy átadjam a szót Önér Dóhúnak, Franciaország-Magyarországnak követőnek, tartsa meg a beszédét. Nagyon érdekes, hogyan felfedezték ezeket a leveleket, ugyanis ez egy nagyívű rendrakás keretében történt, mégpedig a nagykövetség pince helyiségeiben, a konzulát és egyik páncélzetvényében fedeztük fel számos különösebb jelentőség és leginkább lélek nélküli dokumentum, hivatalos dokumentum mellett ezt a kis borítékot rajta felirattal Deák Ferenc leveleit. Képzelhetik, mennyire meghatottuk, amikor a kezünkbe vettük ezt a borítékot. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, és különösen személyesen köszönöm azt a nagy körültekintést és odafigyelést, amit itt az eredeti levelek felelése, illetve átadása körül tanúsított. Köszönöm szépen. Szeretném átadni a szót Szőcs Géza, kultúrája felelős államtitkárnak, mondja el beszédét. Monsieur l'ambassadeur, madame la directrice, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de la donation de elveszettnek itt Deák levelek. Cet événement est une très bonne occasion pour nous souvenir de deux jours importants, la journée culturelle hongroise et la 136e anniversaire du décès de Ferenc Deák. Hölgyeim és uraim, tisztelt nagykövető, tisztelt főigazgató asszony, hölgyeim és uraim, ez az esemény kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy két fontos napról emlékezzünk meg a Magyar Kultúra Napjáról, és Deák Ferenc halálának 136. évfordulójáról. A Magyar Kultúra Napját évről évre abból a célból ünnepeljük meg, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk annak az évezredes magyar kultúrkincsnek, annak a múltból hozott szellemi és művészeti tőkének, melyet ápolni, megőrizni és a jövőre hagyni mindannyiunk felelőssége. Ez a nap kiváló alkalom arra, hogy olyan tárgyi emlékeket mutassunk be, melyek segítségével ezt a felelősséget tudatosíthatjuk magunkban. Deák Ferenc életében a francia kapcsolat nem volt meghatározó. Nem végzett a francia egyetemet, tanulmányokat, nem voltak tudomásunk szerint kiemelkedő francia barátai, politikájában nem kereste a francia orientációt. Paradoxális, de ugyanakkor sokat mondó az, hogy halála után közel másfél száz évvel mégis az ő kezemonásai, az ő élete, még a magánéletének egy kis szelete is, alkalmat jelent arra, hogy a magyar és francia nemzetek közötti kulturális, szellemi és érzelmi kapcsolat erősödjön, ebben ezért tehát éppen úgy hálásak vagyunk Deák Ferencnek, ezért a sírótúli nagyköveti misszióért, mint amilyen hálásak vagyunk nagykövet úrnak és a francia államnak, hogy lehetővé tették ennek az iratanyag együttesnek a megszerzését. Je voudrais remercier tout particulièrement M. l'ambassadeur qui a offert à cette exposition des lettres et la poème écrits par Ferenc Deák, Aida Nedecki, deux valeurs importantes et voilà les pensées que je vous remercie de votre attention. A most átadásra került Deák levelek, mint elhangzott,
közel 60 évig rejtőztek a francia nagykövetség egyik szekrényében. A leveleket Deák Ferenc írta unokahúgának és keresztlányának, Medec Hídának. Egy rövid feljegyzés tanúsága szerint a leveleket Szabadhegyi Imréné adományozta a követségnek az 1940-es évek közepén. A levelek csak részben voltak ismertek a történettudomány előtt, négyet teljesen, kettőt pedig töredékesen publikáltak még 1888-ban Medecki Ida hathatós közreműködésével. Kettő viszont teljesen új, mint ahogy a vers is, illetve a hajtincs is meglepetés. Nem rendelkeztünk eddig Deáktól származó testelekével. A haj felbukkanása némileg módosíthat is Deák habitusáról alkotott képünkön. Ugyan a korszakban szokás volt ismert emberek hősök hajának megőrzése, Kossuth Lajos Petőfi haját őrzik közgyűjteményeink, ám eddig úgy gondoltuk, hogy az efféle szentimentális gesztus távol állt Deák természetétől. A tincsbe csak néhány ősz hajszál vegyült, ezért összevetve azt a Deákról készült fotókkal úgy véljük, hogy a haj származhat az 1850-es, 60-as évekből, tehát lehet egykorú a levelekkel. Azonban a most előkerült levelekben nincs az ajándékozásra semmilyen utalás. Tudunk azonban olyan Deák Nedecki levelekről is, amelyek most nem kerültek elő. Reménykedjünk benne, hogy nem kell újabb 60 évet várni felbukkanásukra. Köszönöm a figyelmet. Kedves Ida, szívemből örültem kedves leveled azon sorainak, miket megértettem. De némely soroknak értelmét nem vagyok képes felfogni. Így például a hetedik sorban ezen szavakat olvasom, két csókát igen szívesen hallottam. Mi örömöd lehetett a csókák hangjában, azt el nem gondolhatom, ha csak azok saját bájoló angyali hangodra nem emlékeztettek. Én, kedves húgom, csókát már rég nem hallottam, de varjút annál többet. Sokszor, amikor esetleg ablakom alatt hallatják szavukat, szórakozásomban azt hiszem, hogy a te bájoló zavad zeng a másik szobából, és már kérdezni akarom, mit parancsolsz. Azt írok továbbá, hogy téged itthon szeretnének hagyni. Ezt, kedves Idám, ne csodáld! Így rossz utakban, stéli időkben örömest elhány az ember minden haszontalan, felesleges terhet. De ha anyád meggondolja azt, hogy mennyi hasznodat veheti időt egyik boltból a másikba szaladgál, és te a vásárolt portékákat utána hordozgatod, ha meggondolja, mennyi szolgálatot tehetsz, mint Hauberstock, melyen az Ilka számára vásárolt fejkötőket és kalapokat megpróbálgathatja, nem fog úgy hiszem itthon hagyni. Múltkor édesanyád és Ilka itt hagyták kalapjaikat, te pedig itt hagytad tökfödődet. Mári rakta mindezeket egy nagy skátulába, remélem szerencsésen érkeztek haza. Isten áldjon, kedves Idám! Édesanyádat és Ilkát ezerszer csókoltatom, téged pedig gondolatban ölellek, és csókolom terjedelmes kezeidet, mint akire utolsó erre kandidált férnek érdik. Isten veled, de hát. És most sor kerül a jogi részére az átadásnak. Aláírjuk azt az ajándékozási szerződést, amelynek értelmében Franciaország, Magyarország nagykövete átadja ajándékozási szerződés formájában ezeket a Deák leveleket a Magyarországos Levéltárnak ellenszolgáltatás nélkül.
végezetül szeretném ismét megköszönni ezt a nemes és nagydájú gesztust, és úgy gondolom, hogy valóban méltó helyükre kerültek ezek a dokumentumok, hiszen a Magyarországos Levéltár Magyarország legrégebbi közgyűjteménye. Ezek között a falak között őrizzük a magyar történelem alapvető forrásait. Úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a magyar történelem, mi vagyunk a magyar nemzet emlékezete. És azt szeretnénk, hogyha ezeket a dokumentumokat is, illetve a nálunk őrzött többi dokumentumot is minden magyar állampolgár megismerhetné. Köszönöm szépen a figyelmet, illetve végül szeretném megköszönni munkatársaimnak a nagyon sok munkát, amit ezzel az átadással kapcsolatban végeztek, Marton Szabó Dorottyának, vagy a Ciger András történész úrnak. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kinti vitrinekben az iratok másolatát meg lehet tekinteni. Köszönöm szépen a megjelenést és a figyelmet.